Mi a véleményed a 2020-ról? Mi lesz a közoktatással, a történészképzéssel? A történészeknek a legnagyobb problémája az, hogy ők állami alkalmazottak. Tehát ez egy olyan szakma, amelynek a képviselői a piacról nem tudnak megélni. Magyarországon a legsikeresebb történésznál Romsics Ignác, aki a legtöbb könyvet írta, én is nagyon sokat írtam, de bátran állíthatom, hogy nincs olyan személy, aki csupán abból megélne, amit mondjuk így publikál és azért pénzt kap. Ebből következik az, hogy a történészekre való állami ráhatás lehetőségei azok rendkívül nagyok, és azt, aki nem lesz mondjuk a akadémia levelező vagy rendes tagja, mert aki az akadémia levelező vagy rendes tagja, az gyakorlatilag alanyi jogon elég nagy pénzeket kap, ami szerintem egyébként annyiból probléma, hogy akkor is megkapja ezt, hogy semmit sem csinál. De a lényeg az, hogy aki akadémikus, az kap annyi pénzt, hogy abból megél nagyon, elég jól maradjunk annyiban. Az összes többi nem. Tehát független történet tudomány természetesen mindig lesz, mert mindig lesznek emberek, akik nem feltétlenül ebből élnek meg, vagy nem érdekli őket, hogy miből fognak megélni. De ez a történet tudomány jelenleg Magyarországon, mivel nincsenek fékek és ellensúlyok, ezért hát egyre nehezebb keretek között működik, sok önszenz utával, amíg a NAP 2020-at illeti, én ennek a részleteit nem igazán ismerem, amit tudok róla, azt a sajtóban olvastam, az alapján ez egészen borzalmas. Én nem vagyok keseredve tőle, de hogy ebből mi lesz, azt végképp nem tudom, csak remélem, hogy ez egy múló rossz álom, és előbb-utóbb vége lesz neki, de nem, nézzék, nehéz helyzet, akkor nem találok rá tényleg szavakat. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Mi a baj Raffay Ernővel? Mennyire hiteles történész? Először is külön kell választani azt, hogy valaki a saját pártállami múltját hogyan vagy hogyan nem vallja be. Ez egy dolog, és egy teljesen másik kérdés az, hogy egy tudományos mű, amit ír, az megállja a helyét, vagy nem. A kettő nem zárja ki egymást. Raffay Ernővel a fő probléma az, hogy olyan könyveket ír, amelyeknek a lényege az, hogy Magyarországon valójában a Trianonnak és minden bajnak az az okozója, hogy a liberális szabadkőművesség fellázadta egyébként jól bevált állami rend ellen, és hátra támadta tulajdonképpen az országot, és emiatt belső erők okozták alapvetően trianoni békeszerződést és a bukást. Lehet egyébként még önmagában, lehetne ez az állítás igaz is, de akkor ezt bizonyítani kellene. Például azzal, hogy a szabadkőművesek hogyan és milyen mértékben tudtak hatni a magyar politikára. Raffay Ernő azonban ezekben a művekben a saját szakmájának a szabályának veszi semmibe. Tehát van Magyarországon 7500 szabadkőműves tag körülbelül. Ebből ő egy páholyt, a Martinovics páholyt vesz, amiben vannak mondjuk 80-an. És ennek az egy páholynak a működését abszolutizálja az egészre, miközben a szabadkönyves mozgalom belül iszonyatos viták voltak, a szabadkönyvesek egymással is rengeteget torzsalkodtak, ráadásul mivel, hogy mindenki szabadkönyves volt, már azért, mert a református egyházon belül a legtöbb püspök is szabadkönyves volt, Raffay Ernő is, nem Raffay, hanem Ravasz László is viszonylag sokáig szabadkönyves volt, és még mások. Önmagában ezzel nem tudunk megmagyarázni semmit. Tehát attól, hogy van egy páholy, amely kitalál dolgokat, az a bizonyítás, hogy az, amit kitaláltak, az meg is valósul, és a megvalósulás az ő működésükkel függ össze, és nem mással, ezt el kéne végezni iratok szintjén. Ezt ő nem végezte el. Nem beszélve arról, hogy olyanok szerepelnek ezekbe a könyvekbe, hogy egy példát mondok, talán a legabszurdabb, szerinte a magyar politika jó úton haladt oda, hogy
igazából ezt az országot teljesen magyarrá tegyen, mert ha nincs az első világháború, akkor 1980-ra elértük volna azt, hogy a Nagy-Magyarországból 36 milliós összlakosságban 30 millió lett volna magyar. Most én ezt próbáltam végig számolgatni, hogy ez hogy jön ki neki. Megnéztem azt, hogy az egyes nemzetiségeknek milyen születési arányszáma volt 1910-ben, és sehogy nem jött ki a matek. Tehát eleve összesen 30 millióan laknak azon a területen 1980-ban, amire 36-ot feltételez, tehát kevesebben. Ezek ilyen kávézatszóslások. Le van írva egy ilyen állítás, úgyhogy semmiféle levezetés és bizonyítás nem tartozik hozzá. Tehát ez a baj a Raffai Ernővel, hogy történész szakma szabályait semmibe veszi. Tehát bárki állíthat nagyon vadat, ha le tudja vezetni, elvégzi, vagy legalább egy annyit megtesz, hogy hogy is mondjam, felvonultat egy tudományos apparátust és eszközrendszert, amit vitathatunk, ugyanúgy legalább kísérletet tesz a bizonyításodék, még ez sincs. Vágyvezérelt gondolkodás van, de ez viszont nem történész, hanem politikai propagandista működés, ez egy másik szakma, és éppen ezért másképp kell elvizsgálni. Köszönjük. Következő. Most már megint szakad? Következő kérdés. Nem kell a Túl közel. Érzékenyek ezek a mikrofonok. No, tehát a következő kérdés. Ön szerint volt-e valaha valahol a világon kommunizmus? Aki a kérdést feltette, az először definiálja azt, hogy mit ért kommunizmuson, és akkor utána megválaszolom, és azt mondom, hogy volt vagy nem volt, akkor annak függvényében fog neki tetszeni vagy nem tetszeni a válasz, hogy az ő kommunizmus definíciójára reflektál-e. De megteszem ezt. Egy ilyen kérdésnek akkor van értelme, ha van egy konszenzus arról, hogy mi a kommunizmus. Szerintem a társadalmi konszenzus és a tudományos konszenzus is az, hogy kommunizmus az, amikor egy ország vezetése magát annak minősíti. Tehát nem az a kommunizmus, ahol megvalósul az, amit Marx és Engels leírt, hogy mindenki csak szükségletei szerint és képességei szerint is megszűnik az állam elnyomó hatalma, mert ilyen természetesen nem volt, és nem lesz. Azonban Észak-Korea, vagy a sztálinista Szovjetunió, illetve Rákosi Magyarországa esetén ezeket lehet kommunista diktatúrának nevezni, és ebben az értelemben volt, sőt van kommunizmus ma is. Köszönjük szépen! Következő kérdés egész más témát érint. Mennyibe kerül az ungvári bornak egy literje? Kérdéssel több probléma van. Egyrészt a kiszerelés az lédikben nem adok el bort csak palackozva, és 0,5-ös, illetve 0,75-ös palackmérgetek vannak. A másik, hogy ez attól függ, hogy melyik bort veszi az érintett, illetve attól, hogy mennyit vásárol belőle, mert különböző kedvezmények vannak, de hogy konkrét legyek, a kedvezmények nélküli kiskerár az 1200 forinttól 8000 forintig húzódik, 8000-be kerül az aszú, 1200 a legolcsóbor, és 2000 és 2500 között vannak általában a szárazborok. Ezek a bruttó kiskerárak. És Sajnos Csepelen nincs senki se, aki vállalta volna azt, hogy akár bizományban forgalmazná a borokat, ha tudnak valakit nagyon de Budapesten alapvetően a második kerületben, a Mamutban két helyen is meg lehet őket venni, az Ezerfűszerben, illetve a Budai Borvárban, valamint van egyébként nagyker terjesztője most, a Palota Borház, azt hiszem, aki egy pár helyre száll. És nálunk is bármikor kapható. És balzsamecet is van. Köszönjük szépen. Következő kérdés. Ha a történelmi tények alapján politikai termékeket lehet megrendelésre előállítani, miért nem tiltakozik a hitelesség hiánya miatt a szakma? Vagy a történelem egy szubjektív tudomány?
Arról ugye volt szó, hogy a történész az állami alkalmazott, ezért az állammal szembeni tiltakozás nem feltétlenül kifizetődő tevékenység, de a történelem mennyire szubjektív tudomány, ez egy örök dilemmája ennek a szakmának, aminek nincs is saját nyelvrendszere, hiszen az irodalmat és a történelmet nem választja szinte semmi. Nagyon jó irodalmi mű történetileg is nagyon hasznos tud lenni, sőt a görögöknél, az antik görögöknél el se vál. Én a Dragomán György könyvekből szerintem többet tanultam meg a Ceausescu romániájáról, mint egyébként bármilyen történeti munkából. A történész természetesen szubjektív, ugyanis a tények mellett az interpretáció is egy nagyon fontos eszköze, sőt fontosabb, mert tények azok végtelenségig elmondhatóak. Az érdekes igazából az lesz, amikor valaki valamilyen elv alapján kezdi ezeket a tényeket összerendezni. Ez már önmagában egy interpretáció. Az, hogy én milyen tényeket tartottam fontosnak és milyeneket nem, az én interpretációm része. Ezt lehet vitatni, és ez nyilván egy, a dologban a szubjektív, de az interpretáció se korlátlan. Tehát annak is tényeken kell alakulnia. Vannak szabályai, hogy vissza kell tudni ellenőrizni, kell lennie egy bevallott logikának, amit a történésznek fel kell tárnia a munka esetén, hogy ő miért azokat a tényeket választotta, amelyeket választott, és miért nem foglalkozik azokkal a tényekkel, amelyekkel nem. Hogyha ezt nem teszi meg, vagy erről hazudik a munkájában, akkor megszegi a szakma szabályait. De ettől csak ugyan azt gondolom, hogy történészi munka szubjektív, én nem is várhatom el mástól, hogy ugyanaz érdekeljen, mint engem. Tehát engem például érdekel a kitörés, és név szerint gyűjtöm az erről a német tisztek neveit, akik ebbe belehaltak. Senkitől nem várom el, hogy ezt tegye. Ez az én magánk is figyelm, hobbim. Az más kérdés, hogy amit leszűrök belőle, annak nagyon sokfajta felhasználása lehet. A végterméke ennek a kutatásnak végtelenül sokrétű, de mindenki maga válassza meg, hogy mit kutat. Köszönjük szépen. A következő kérdés. Nem zavarja-e a mai közbeszédben, hogy végtelenül, végletesen leegyszerűsített címkéket használunk, ilyet, mint kommunista, libernyák, nemzeti keresztény. Kérdező nyilvánvaló tudja erre a választ, de... Azt hittem, hogy a de itt egy kötőszó. Szóval. És jön valami. Köszönjük, következő kérdés. Gondolja, hogy belátható időn belül mindenki megismerheti az ügynök aktákat? Nem. A következő kérdés, Becó, nem én írtam. Történészként mennyire foglalkoztatja a jövő? Mi a véleménye Harari munkásságáról, különösen a Homo Deusban megfogalmazott víziókra? Ez érdekes. De kell valljam, nem olvastam egyrészt a Harari könyvet. Másrészt a jövő borzasztóan foglalkoztat. Egyrészt, mert hogy van két gyerekem, másrészt szeretném azt, hogy a szülő is művelhető legyen a következő évtizedekben, és ott nagyon, nagyon aggaszt a klímaváltozás, amit közelről tapasztalok, tehát ennyiben van bennem egy szorongás is a jövőt illetően, mert ilyen gyorsan a jövő soha nem változott, mint most. Tehát bármilyen paramétert nézünk, a sebessége ennek a változásnak iszonyú, nem is a ténye, mert változott a földhőmérséklet elég sokat, de a sebessége nagyon gyors, és az ehhez való alkalmazkodásra nem lesz mondjuk 30 generáció idő, hanem fél. És ezt én nem biztos, hogy én kibírom majd. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Okozott-e egyfajta lezárás hiányt a társadalomban az, hogy a rendszerváltás során megszűnt április 4-e, mint ünnep, és a mai napig semmilyen megemlékezés nincs a II. Világháború befejezéséről, ellentétben a legtöbb országban. Hát veszítettünk.
Ez egy nagyon jó kérdés, amire nehezen tudok választ adni, mert Magyarország az egyetlen ország a régióban, amelynek ez a háború vége azon a tényen túl, hogy vége lett a háborúnak, ami egy nagyon jó dolog. Egyébként olyan nagyon sok jót nem hozott. Tehát a cseheknek, szlovákoknak, románoknak, szerbeknek, lengyeleknek valamilyen áll vagy igazi nemzeti újjászületést hozott, mert területüket növelni tudták, vagy vissza tudták kapni, amit elvesztettek, függetlenek lehettek, stb. És ebből itt nem valósult meg tulajdonképpen semmit. Tehát az egy nagyon nagy eredmény, hogy nincs háború, hogy hazajönnek aztán évekkel később részbe legnyomorított szerencsétlenek, de ez az ország ilyen szempontból egy ilyen magányos sorssal van egész Európában. És nagyon nehéz megmondani, hogy kellene ezt kezelnie. Pláne, hogy az egyik diktatúrából a másikba esett át. Én nem tudnék javasolni most egy önfelett ünneplést. Nem ünnepelni kell, hanem gyászolni. Tehát a német politika május 8-at sokáig nem akarta ünnepelni, most a nyugat-németre gondolok természetesen. És az egy nagyon hosszú folyamat volt, ameddig eljutott oda a német politikai elit, nem a német nép, hanem a német politikai elit, hogy azt mondja, hogy már pedig a május 8 az egy felszabadulás volt. Ide ez egy hosszas és rögös út volt, mert a többség nem annak élte át. Hiába volt politikailag az, már a nyugat-németnek, a nyugat-német se érte felszabadulásnak át, amikor bejött hozzá az amerikai hadsereg. Tehát valószínűleg Magyarországon felszabadulásnak érték volna egyébként, tehát sőt biztos, hogyha az amerikai vagy az angol csapatok jelenítik meg, de hát nem ők jöttek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy lehet, hogy egyszerű, hogyha a gyásznál maradunk, mert abban konszenzus lehet találni. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Léteznek politikai trend ritmusok? Lehet sejteni, hogy miután mi következik? A mostani trend után vajon mi következik? Az én kompetenciám a múltra, és annak is csak bizonyos aspektusára terjed ki. Természetesen a múlttal azért foglalkozunk, mert ma élünk. Tehát a múlt mindig a mának szól, a ma meg a jövőnek. De erre a kérdésre nem tudok egy megnyugtató választ adni. Van, aki ez jobban élt, Arnold Toynbee, egy híres brit történész, annak voltak egy ilyen hullám elméletei. Azt is gondolhatjuk, hogy az inga nyilván kileg jobbra meg balra. Ezt egyébként nagyon szépen lehet a magyar politikán látni, hogy az elfojtott nacionalizmus, vagy az hogyan jön vissza. Nyilván lesz 30, vagy lehet 30 év múlva egy liberális hullám is ebből, de nem tudom. Tehát nem vagyok kompetens, sajnos ebben nem mernék megnyugtató választ adni. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Úgy tűnik, van igény a mítoszokon alapuló önbecsapásra. Lát-e példát az elmúlt évszázadban arra, hogy ezeket a mítoszokat lebontották? Különösen arra irányulik a kérdés, hogy lehetséges-e magukat a hiedelmeket kiirtani, és nem csak a róluk szóló beszédet. Az emberi hülyesség valószínűleg a világ legkonstansabb dolga. Ebből adódóan ezért is vagyok egyébként mélyen konzervatívan, nem hiszek a felvilágosodás elejébe, abban az értelemben, hogy az emberek majd okossá válnak. Abban azonban hiszek, hogy valamilyen szinten egyrészt edukálhatóak, illetve hogy az államnak van egy funkciója és feladat, hogy példát mutasson. Tehát például Németországban, vagy adott esetben Franciaországban is, vagy Olaszországban bizonyos mítoszokra egy idő után a tudomány szembeszállt. Például Franciaországban azzal a mítosz, hogy a franciák csak ellenállók voltak, vagy Olaszországban ugyanezzel, csak egy zárójeles megjegyzés, az olasz antifasisztákkal a harcot nem a német hadsereg és gestapo folytatta, hanem az olasz rendőrség, és hogy a háború utolsó pillanatáig több mint 500 ezer olasz katona harcolt a németek oldalán, ezzel szemben az angolok, amerikaiak oldalán nem nagyon tudok olasz halosztályokról, akik megjelentek volna, tehát ez az olasz baloldali mítosz, ami 45 után elöntötte azt az országot, hogy ők mind ellenállók voltak, ez a
kevesen voltunk, de sokan lettünk cinikusok. De ezzel, tehát ezzel jobb országokban szembenéznek. Soha nem egy nép néz szembe, hanem mindig annak az elitje néz szembe. A népen nem lehet elvárni, mert nem az a dolga. Ez egy értelmiségi folyamat a szembenézés, és a katarzis, amit el lehet érni, meg egy különös privilégium, hiszen nemesíti azokat, akiknek ez megadatik. Attól, hogy a cseh társadalom túlnyomó többsége nem nézett szembe a benesi dekrétumokkal, vannak cseh művészek, akik ezzel kapcsolatosan egészen szívbe markoló alkotásokat készítettek. Ezt mindig újra és újra fel fogja tenni magának ezeket a kérdéseket az ember. Soha nem lesz rá végső és tökéletes megoldás. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Nagy horderejű történelmi események kimenetelét mennyiben befolyásolják egyéni döntések, vagy mennyire a törvényszerűségek? Például a második világháborúban, például a második világháború fontosabb pontjai mennyire voltak szükségszerűek, és mennyire nem? Ez egy nagyon jó kérdés. A Horthy Miklósról szól a legutóbbi klónjamet részben ennek is próbáltam szentelni. Mert akkor a kérdésre az a válasz, hogy Magyarország nyilván nem maradhatott ki a második világháborúból, azonban az, hogy mikor lép ebbe be, és mekkora árat fizet, abban voltak mozgásterek. Mert hogy 1941. június 26-án még senki se kérte azt, hogy Magyarország lépjen be. Az Horthy Miklós személyes felindulása, illetve Werth Henrik vezérkari főnök túlbuzgósága volt, ami akkor az országot háborúba vitte. Tegyük fel, hogy nem akkor lép be az ország a háborúba, hanem csak mondjuk 1942. januárjában, akkor mi változik? Egyrészt van kb. 8000 ember, aki utána nem maradt ott egy család. Azt hiszem annyi volt nagyjából az első háborús évvesztessége, nem sok, de annak a 8000 embernek mégiscsak egy apával több lett volna. Másrészt pedig lehet, hogy az ország a végén ugyanúgy fel lesz perzselve, viszont a politikai elitjéről nem kéne ennyire lesújtó véleménnyel lenni. Az is valami. Tehát, meg amilyen a kezdet, olyan a vég. Hogyha értelmesebben tudtak volna belépni, akkor kilépni is értelmesebben tudtak volna. Volt rá példa Románia, akiknek ez jobban sikerült. Köszönjük szépen! Következő kérdés, mit gondol a cserkész mozgalom újraéledéséről, a szervezet működéséről, jövőjéről? Látszattal ellentétben a cserkész mozgalom egy autonóm csapatokra épülő szervezet, ahol az egyik csapat működése és annak minősége semmilyen módon nem minősíti a másikét, vice versa. Ez azt jelenti, hogy ötet minősíti bizonyos mértékig, mert hogy az alapelvek ugyanazok kellene, hogy legyenek. De attól, hogy ennek a mozgalomnak egy része egy bizonyos irányba átpolitizált, az egész nem ilyen. Én soha az életben többet semmitől nem kaptam, mint ettől. Úgyhogy, és százszorosan térül vissza minden, ahogy most már idősödöm, úgymond, az emberi kapcsolataimon keresztül annak a kamata. Én erről csak jót tudok mondani. A saját csapatomról, a többiekéhez meg nincs olyan sok ismeretem meg közöm, hogy az hogy működik. Bízom benne, hogy ez máskor is lesz. Gondoljanak bele, hogy végülis min alapul az egész. Fiatal gyerekek meg kamaszok részben nagyon fiatal felnőttek irányításával, de igazi felnőttek nélkül csinálnak valamit úgy, hogy azt önállóan erdő kellős közepén hajtják végre. Ennél vagányabb dolgot én kevesebbet tudok. Tehát ez mindig is elvileg jó kellene legyen, és nagyon nagy csapás a számítógép, ami a gyerekek érdeklődését erre egyre inkább beszoktunk. Köszönjük szépen! Következő kérdés. Az édesapjával szokott-e vitatkozni politikáról? Szokta. Nem sokat, nem szeretek vele vitatkozni. Köszönjük szépen! És az utolsó kérdés.
látja-e magát komoly borászként, a komoly az így idézőjelben téve, illetve hogy mit gondol, van-e létjogosultsága viszonylag kicsiként életvitelszerűen belevágni a borászkodásba? Erre én csak azt tudom mondani, hogy az én boraim azok a piacon a Onémusz, a Disznókő, a Hétszőlő és Szerbsi István boraival kell, hogy versenyezzenek. Ugyanazon a piacra termelek, ugyanazt a célközönséget célzom meg, mint amilyet ezek az emberek is megcéloznak. Eddig ebben az ügyben olyan nagyon szégyenletes kudarcot abban a szempontból nem hallottam, hogy senki sem mondta azt, hogy nekem ez az egészet semmi közöm nincs, és felejtsem el, mert nem jön kapva. Van amelyik ilyen, van amelyik olyan. Volt, amikor a Velszi herceg Magyarországon volt, Solyom elnök úr az én borommal kínálta meg, és van egy aláírt menükártya, amit mind a ketten szignáltak, dicsérve annak a bornak kiválóságát. Úgyhogy én csak biztatni tudom önöket arra, hogy próbálják ki, hogy Húvári Krisztián ezen a téren helyet tud-e állni egy országos versenyben. Ha jól értelmeztem a kérdést, elsősorban nem csak itt a minőség, hanem hogy gondolkodik el azon, hogy ez legyen az élet a borászkodás mellett. Tehát hogy az legyen az egyik az alapja. Ebből a borászkodásból a jelen helyzetben megélni iszonyatosan nehéz. Tehát nem hiszem, hogy erre építhetném az a családom egzisztenciáját. Még akkor is, hogyha egy teljes állást dolgozok ebben. Hanem valószínűleg mást is kell csinálni ahhoz, hogy mi egy ilyen középosztályban és színvonalon élni tudjunk. Nagyon szépen köszönöm a válaszokat önöknek, hogy itt voltak, hogy eljöttek. Jöjjenek, kérem, legközelebb is. Húvári Krisztián, köszönöm.